Két különböző akadályverseny tesztelése kezdődik meg annak a folyamatnak a részeként, melynek a végén a Párizsi Olimpiát követően a lovaglást új számváltja váltja fel az öttusában. Erről döntött a sportág nemzetközi szövetsége. Alexeyev Tamara világbajnok öttusázó szerint ez első sorban a fiataloknak kedvez. De mint mondja, ha ez az ára, hogy az öttusa az olimpiai programban maradjon, akkor elfogadja a döntést. Természetesen én is köztük vagyok, aki a lovaglás miatt kezdte el az öttusát. Viszont hogyha most ezek a jellegű akadálypályák vannak, amik most a tévébe is mennek, és lehet, hogy olyan nézhető és érdekes, ugye a mai gyerek számára már az, a, az köti le az embert, hogyha folyamatosan csinálnak valamit minél kihívóbb, minél színesebb, akkor lehet, hogy kipróbálnám magam. Demeter Bence szerint a lehetséges opciók közül a legjobbat választotta ki a szövetség. A Volán Fehérvár kiválósággal bízik abban, hogy az akadálypálya kialakítás akkor figyelembe veszik, hogy az ötusa alapvetően egy katonai sportág. Számítottam rá, hogy ezt, ezt fogják választani, úgy érzem, hogy talán ez egy sportág, ami így az ötusába, a katonai vonalat is valami ezt képviseli. Hát természetesen nem örülök, hogy, hogy a lovaglás kikerült, de ebbe a szempontból talán, talán, lehet, hogy, volt kicsit nézettebb lesz az ötusa, bár, bár nem hiszem. Hogy a nézettsége mennyi dob az akadályverseny, az akár már idén kiderülhet. A tervek szerint ugyanis a tesztelés a júniusi, Ankarai Világkupa után már meg is kezdődik.